A Daily Express szerint ragályosan idióta. A The Times elképesztően viccesnek titulálta. A The Daily Mailben pedig azt írta a szerkesztő, attól féltem megfulladok a nevetéstől. Nem véletlenül lett 2015-ben Angliában és Amerikában is az év végjátéka, a ma este megbukunk című bohózat. A tervek szerint a darab eredeti rendezője Mark Bell érkezett volna Nyíregyházára, az ukrán háborús helyzet miatt azonban visszalépett, helyét horvát illés vette át. Bár az olvasó próbák még csak hétfőn kezdődtek, már a főekész díszletben nyithatták ki a szövegkönyvet a színészek. Ez egy nagyon trükkös díszlet lesz. Az egész előadás az rendkívül gazdag bohóc és trükkökben és mindenféle meglepetésszerű dologban, aminek részét a díszlet is kell majd tudja prezentálni. Folyamatos meglepetéseket rejt majd ez a díszlet. Nem akarom lelőni -e, persze előre a poénokat, úgyhogy nem is lesz elég. Ugye általános helyzetekben nagyjából a főpróba hét az, amikor a díszleteket beépítik, és a főpróbait az, ahol sok-sok próbatermé, meg jelzésdíszletszerű közegekben való próbák után végre a színészek elmezben díszletben azt az előadást az adott formában játszhatják a főpróbait. Na most erre nem lenne elég egy hét. Tehát itt olyan bonyolult trükkök vannak, olyan ritmusa kell legyen az előadásnak, olyan artisztikus dolgokat kell majd művelniük a színészeknek, amihez igenis több időre van szükség, és ezért nagyon kell, hogy meglegyen a díszlet. A Centra Színház után most Nyíregyházán is replika előadás. Lesz, ami azt jelenti, hogy mindent ugyanúgy láthatunk majd a színpadon, ahogyan az az eredeti darabban is szerepel. Horváth Illés ezt tökéletesnek ítélte meg, ehhez kellett a legjobb színészeket megtalálnia. Kiváló színészeink vannak, nagyon jó humorú színészeink vannak, és nem volt nagyon nehéz. Tehát az ember úgy, ez szerintem ez egy persze lehet, hogy ösztönös dolog nálam, ránézek egy szereposztásra, ismerem az anyagot, akkor, akkor én egyből a saját társulat alapos ismerete mellett persze tudom, vagy érzem, hogy ki az, akinek a legjobban állna az a szerep, ki az, aki a legjobban tud benne majd brillírozni. Úgyhogy bízom. Én nagyon, szerintem egy nagyon jó szereposztás lett, és biztos vagyok benne, hogy élvezetes lesz a munka miatt. A mérteni pontossággal szerkesztett virtuóz bohóc tréfákat, a kaszkadőr mutatványoknak beillő bravúros akciókat, az intenzív szórakozással teli darabot október 22-én láthatja először a nagy közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.